A Mezőkövesdi Járási Hivatalba látogattak a Mező Ferenc Tagiskola 7. évfolyamos diákjai március 17-én. A tanulók a Munka Világa elnevezésű TÁMOP 3.1.4-es, 3 hetet meghaladó projekt keretében tekintettek be az intézményi feladatokba. Az osztályokat és feladatköreiket az Állami Gazgatási Szervezet részéről dr. Hajdú András hivatalvezető helyettes mutatta be. A gyerekek interaktív formában tájékozódhattak arról, hogy hol milyen ügyeket intézhetnek el. A tanulók egyebek mellett az adatvédelemről, a szabálysértésekről, a hivatal napi és éves ügyfélforgalmáról is információkat kaptak, majd dr. Hajdú András válaszolt a diákok kérdéseire. A gyerekek a látogatás zárásaként személyesen is megismerkedtek a kormányablakkal és az ott zajló munkával. A közigazgatás és az állami igazgatás területe, hogy elsőre az ember azt gondolná, hogy a gyerekek számára egy rendkívül idegen és száraz terület. Ennek ellenére azt tapasztaltam, hogy nagy érdeklődést mutattak az itt folyó munka iránt. Igazából az volt a célunk ezzel a bemutatóval, hogy ráébresszük őket arra, hogy a kormányablakok megnyitásával már nem nekik, nem az ügyfeleknek kell azon gondolkodni, hogy egy-egy ügy melyik szervnek, melyik osztálynak a hatáskörébe tartozik, hanem a végén ugye a játéknak kiderült, hogy minden egyes ügyet el lehet indítani a kormányablaknál is. Én bízom benne, hogy a későbbi életükre akár mint ügyfélként, akár mint esetleges közigazgatásban dolgozó személyként is hasznos tapasztalatokkal gazdagodhattak. A program március 11-én kezdődött és április első felében fejeződik be a Mező Ferenc Tagiskolában. Az intézmény 7. évfolyamos diákjai ez alatt 10-15 munkahelyet látogatnak meg Papné Pázmándi Borbála és Tótné Vámos Katalin osztályfőnökök vezetésével. A tervek között szerepel például a Kácsi vízműtelep, a Városi Bíróság, a Városi Rendőrkapitányság, valamint a Mátrai Erőmű ZRT Bükkábrányi telephelyének és egy szálloda munkájának megismerése. Most már azért 8. évet csináljuk ezt a programot. A gyerekek nagyon sokféle munkaterülettel megismerkednek, nagyon-nagyon sok helyen hallják azt, hogy élethosszígtartó tanulás van, és ez azért jó, mert nem csak tőlünk és a szülőktől hallják ugyanezt, hanem a munkahelyekről is ugyanezt hallják, hogy tanulni kell, mindegy milyen munkaterületet választ az élete során, mindig szükség lesz átképzésre, akár egy autószerelő esetében is az újdonságokkal megismerkedni, vagy például itt is hallottuk, hogy a kormányablaknál is folyamatos és állandó tanulás van. Papné Pázmándi Borbála elmondta, a projekttel kapcsolatos tapasztalatok pozitívak, a gyerekek mindenhol komoly érdeklődést tanúsítanak a különböző munkaterületek iránt. Hozzátette, a program végén a diákok záró munkát készítenek, melyben az általuk kiválasztott munkaterületet mutatják majd be az iskola vezetőinek és a meghívottaknak.